Az Úr Jézus eljövetelével kapcsolatban Jelenések könyve első rész, 7. verse ezt írja. Ímé eljő a felhőkön, látni fogja őt minden ember, azok is, akik átszegezték. Akkor majd mellét veri miatta a föld minden népe. Így van. Ámen. Áldozó csütörtökön, mikor elment a mennybe, szintén felhőt akart el őt tanítványai elől. Az angyal azt mondta akkor a tanítványoknak, akképpen jöjj el, amit éppen láttátok őt felmenni a mennybe. Larkin mondja, az Ószövetségben 20-szor annyi kijelentés van Krisztus második eljöveteléről, mint az elsőről. Az Új Szövetségben minden 30. igevers az Úr Jézus visszajöveteléről szól. Pál apostol 13-szor beszél a bemerítésről, de 50-szer Jézus Krisztus visszajöveteléről. Az Úr Jézus minden bizonnyal eljön. Második eljövetele megdicsőülés lesz, és nem halál. Ahogy Rubenék leborultak Egyiptomban József előtt arccal a földre, ahogy Potifárné is ott térdelt királyi parancsra, a Józsefet meghordozó királyi hintó előtt a tömegben, ahogy Hámán vetette Ahaszvérus király hátas lovát az utcán, Szuszán várában, Márdokeus alatt, ahogy Delila az öt filiszteus fejedelem által néki adott vérdíjon még csak koporsót sem csináltathatott magának, mert tömegsírban porlott el, ahogy Judás nem tudta magára költeni a csókárát, a 30 ezüstöt. Az Úr Jézus eljövetelekor is így fordul a kocka. Nem Kajafás és nem Pilátus ül majd a bírói székben. Az Isten fia pedig a vállalatot, hanem éppen megfordítva, ahogy az Úr mondotta is. Amikor eljő az embernek fia és belül az ő dicsőségének királyi székébe, eléje gyűjtetnek minden népet, és elválasztja őket egymástól, mint pásztor a juhokat a kecskéktől. Egyiket jobb, másikat bal kéz felül állítja. Az evangéliumi keresztjének adventje nem csak karácsony előtt 4 hétig tart, hanem az esztendő minden napján hiszünk az ő eljövetelében. Hiszünk ebben, mert Mesiásra vonatkozó ígéretek lényegileg, helyileg és időrendileg acéllogikával teljesedtek be. Hiszünk benne, mert maga az Úr Jézus is körvonalazta eljövetelének tényét és az kísérő jelenségeket. Krisztus visszajövetele nélkül olyan volna az egész kereszténység, mint egy tetén nélküli ház. Nem nyújthat védelmet a belemenekülőnek. Milyen szőlőgazda volna az, amely napestig dolgoztat embereket kialkutott napszámért, és mikor eljön a fizetés ideje, szó nélkül faképné hagyná munkásait. Ez az emberek közötti sütkán fordul elő, és olyan bűnnek tulajdonítja a Szentírás, hogy Jakab apostol így mondja, a munkások visszatartott bére az égig kiárt, és a kiáltás eljutott a seregek urának fülébe. Ezt Istenről feltételezni egyenlő lenne a káromlással. A Krisztus visszajövetele nem felekezeti hitel, hanem Isten ígéret, Krisztusi progressz. Ez annyira bizonyos, hogy igény szerint látni fogja őt minden ember. Az Úr Jézusról azt olvassuk, hogy feltámadása után nem jelent meg hitetleneknek, csak tanítványainak és hívő gyülekezetnek, több mint 500 testőnek egyszerre. De második eljövetelekor minden szem meg fogja őt látni, még azok is, akik átszögezték.
Csak néhány szót arról, hogy ő hamar eljön. Persze nem a minaptárunkhoz, hanem Istenéhez viszonyítva a hamar szót. Ezer esztendő annyi előtted, mint a tegnapi nap. Már Péter apostol idejében is kísértett a sátán azzal, hogy minden azonképpen van, mint az atyák, mikor elaludtak. Péter megokolja Isten szeretetével. Nem akarja, hogy némelyek elvesztenek, hanem hogy mindenki megtérése jusson. Tehát hosszan tűr, érettünk. Ha eljön, téged nem talál majd készületlenül? Még ha vendéget várunk is, készülődünk rá. Hát még ha azt a szemét várjuk, aki érettünk jön, mint vőlegény a mennyasszonyáért. Jövetelének dátumát az atya a maga titkának tartotta meg. Azt azonban kijelentette, hogy előbb megjelenik a bűn embere, aki Isten fölé emeli majd magát. 2 Tessalonika 2:3 szerint. Senki sem tagadhatja le a látható jelekből, hogy ez a mi mostani napjainkban történik. Te nem abban hitetlen táborba tartozol? Ami ebben a mi számunkra végtelenül fontos az, hogy mi érettünk jön el, bár meglátják őt azok is, akik átszögezték, és az is, aki szívébe gyözte a láncsáját. Mind ellenségei, mind barátai meglátják őt. Csak amíg az egyikért jön, hogy magához vigye, addig ellenségeit, gúnyolóit a kárhozatban hagyja, amit szorgalmatosan kerestek földi életükben. Malakiás próféta ezt így fogalmazta meg. Eljön a nap, mint a lángoló kemence. Megemésztettek minden kevélyek, mert megégeti őket az eljövendő nap annyira, hogy sem gyökerek, sem águk ne maradjon. És feltámad néktek, kik az én nevemet félitek, az igazság napja. Azért mondta az Úr Jézus is az ő eljövetelével kapcsolatban, 2 asszony őről a kézimalomban, egyik elragadtatik, a másik ott marad. Ez idézetekből világos, hogy az Úr Jézus az övéiért jön el, hogy ahol ő van, az atya dicsőségében azok is vele legyenek. Az igazi advent tehát nem karácsonyvárás, melynek vége lesz az ünnep elmúltával, hanem Krisztus várás, eljövetelére való felkészülés, vagyis jó lelki állapot, megtérés. Krisztus eljövetele pedig fizetésfelvétel. Akármilyen jó az intézetben a bölcsődés, vagy az óvodás gyermeknek játszótársai között. Boldogságának a tetőfoka mégis az a perc, mikor édesanyja műszak után eljön érte bölcsődébe, ölébe veszi, megcsókolgatja, felöltözteti, s hazaviszi a családba. Ez a gyermekében az ünnepnap, illetve a perc. Ez a perc. Ünnepperc. Ilyen intézmény a hívők számára az e világban való elhelyezkedésünk, de a mi örömünnepünk az igazi adventben lesz, amikor megváltunk, eljön értünk, hogy hazavigyen a mennyei nagycsaládba, az üdvözültek szent seregébe. Te ott leszel-e, kedves hallgató? Mondd el velem buzgó imádságként. Azért, Uram, jöv el közelembe, ruhád szélét kezem hadd érintse, gyer, drága vendég, veled térve hozzám a békesség. Amen.